napraforgó betakarítása, nehéz iskolatáska, szigorodó növényegészségügyi előírások, töretlenül fejlődik a kórházunk. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. 2019. szeptember 11-én 18 óra 5 perckor. A napraforgó betakarítása előtti vegyszeres szárítás, a desziklálás a napraforgó aratási folyamatának szerves része, ezzel akadályozható a betegségek terjedése az állományban. A forró nyár miatt azonban most nem mindenhol kell ezzel a művelettel kezdeni a napraforgó aratását. A napraforgó az egyik leginkább aszálytűrő, hazánkban termesztett növény, mivel mélyre nyúló gyökerei vannak. Ennek ellenére mostani forróság megviselte a napraforgót. Tehát ugye egy nagyon kemény aszállyal indítottunk, majd végre megérkezett a csapadék. Nem igazán kellő mennyiségben, de segített sokat. Az időben vetett napraforgók azok szépek, azok még jól tudták hasznosítani a vizet, viszont az érés a nyárvégi aszály miatt felgyorsult. Most azt tapasztalhatjuk, hogy a napraforgó, a kukorica, az őszi növények összeértek teljesen. Tehát hasonló egy kicsit, mint nyáron volt, hogy a repce, az árpa, a búza szintén egyszerre beérett, tehát Isten igazából a gazdáknak föl volt adva a lecke, hogy minél gyorsabban betakarítsák. A betakarítások alatt is el kellene az eső, hiszen az őszi vetések szomjas. Én azt mondom, hogy ha jön az eső, akkor jöjjön csak nyugodtan, hiszen az őszi talajmunkáknak, az őszi kalászosok talajelőkészítésének, vagy a már elvetett repcének nagyon hiányzik a csapadék. Tehát ha jön, akkor csak jöjjön. Nekem egy picit egyszerűbbé válik a munkaszervezés, mert mi öntözünk is, és akkor onnan szabadulnak fel embereim, akit majd a betakarításán fogunk tudni használni. Az agrármérnök elégedett. A Taratyó úton a 3 tonna feletti várható átlaggal, de vannak ennél rosszabb és jobb táblák is a határban. Mögöttem nem annyira látszik, mert pont az árok szélen vagyunk, de meg vagyok elégedve ezzel a táblával, tehát ez egy 3 tonna fölötti termés átlag várható ettől a táblától. Sajnos vannak olyan napraforgók is, amik gyengébbek lesznek, illetve hát így járva a határt, ugyanezt a képet látom, hogy vannak, akik nagyon szép, akár még ennél is jobb, és hát vannak a későn elvetett napraforgók, azok most gyengék. A szakember szerint bebizonyosodott, aki a lehető legkorábban tudta elvetni a napraforgót, annak most jobb termése lesz. Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet ajánlása szerint az iskolai hátitáskák súlya nem haladhatja meg a gyermek testsúlyának 10-15%-át, mert a nagyobb súly gerincferdüléshez vezethet, illetve a megtömött hátitáska gyakoribb balesetforrás is. Nehéz az iskolatáska, főleg az elsősöknek. Hogyan segíti a gyerekeket ebben a karcagi nagykun református általános iskola? Kérdeztük Földváriné Simon Ilona igazgatónőtől. Az elsős szülőket úgy tudtuk segíteni, hogy beiratkozás után tartottunk egy szülői tájékoztatót, és ott elmondtuk, hogy milyen iskolatáskát ajánlunk megvásárlásra a gyermek számára. A gerincdeformitások elkerülését azonban nem csak a hátizsákok formája, hanem súlya is befolyásolja. Az iskola figyelembe veszi ezt, és igyekeznek részükről mindent megtenni, hogy könnyítsenek a hátitáskán. Minden évfolyamon a tanulók megkapták június hónapban azt a listát, amely tartalmazta, hogy milyen könyveket, füzeteket, kiegészítőket kell megvásárolni a szülőknek azért, hogy ne vásároljanak feleslegesen. Tehát tantárgyanként le van írva a füzet igény. Aztán tabletek vannak az iskolában, ezeket a gyerekek még nem vihetik haza, de a tabletek segítségével tulajdonképpen természettudományi tantárgyak esetében a természettudományi laborunkban használják ezeket a tableteket, és hát vannak olyan könyvek, amelyeket beszedünk, tehát nem kell mindig órára hozni, be tudjuk szedni például a technikakönyvet, hittankönyvet is be tudjuk szedni, hun és népismereti könyvet,
tehát így próbálunk könnyíteni benti füzeteket is, bent tartjuk, hogy tényleg a iskolatáska ne legyen olyan nehéz. A jól testre szabott hátitáska azonban nem csak az elsősök esetében fontos, hiszen a fejlődésben lévő gyermekek háta később is ugyanúgy ki van téve a gerincfeldülésnek. Én azt gondolom, hogy a szülők ezt a jó tanácsot megfogadták, olyan táskákat vettek, hogy felfekszik a gyereknek a hátára, nem pedig a vállán lóg. Hát felső tagozatban azért ezt már nyilván nem lehet elmondani, de alsóra még ez jellemző. December 14-én szigorodnak a növényegészségügyi előírások, amelyek minden külföldről hazautazót érintenek. A december 14-től alkalmazandó új szabályozás előírja az úti podgyász kötelező ellenőrzését, illetve az eddigiekhez képest szigorúabban jár el a kis mennyiségben, ez fogyasztási mennyiségen behozott növények, növényi termékek kapcsán is. Ez azt jelenti, hogy bizonyos növények esetében akár már egyetlen termés is csak növényegészségügyi bizonyítvány birtokában szállítható be valamely harmadik országból az Európai Unió tagállamaiba. A közlemény szerint az utazók a déli országokból vagy egzotikus tájakról származó természetben gyűjtött piacon beszerzett, de akár az üzletben vásárolt ültetésre szánt növényeken és terméseken olyan Magyarországon nem honos növénykárosítókat hozhatnak magukkal, amelyek komoly gazdasági és természeti károkat okozhatnak. Kockázatos lett például egy nyaralásról hazahozott leenderhajtás elültetése is. Az Európai Unión belülre nem vonatkoznak ezek az előírások. Azonban közös érdek, hogy az utazásokról a kockázatok csökkentése érdekében sem az EU-n kívül, sem azon belüli országokból ne hozzon senki magával növényt, növényi terméket Magyarországra, nyilatkozta televíziónknak a hivatal. Az új szabályozással érintett növények végleges listáját tartalmazó jogszabály várhatóan novemberben, decemberben jelenik meg. Hírstúdiónkban már itt van Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház igazgatója, akivel Szabó Ferenc fog beszélgetni az elmúlt időszak fejlesztéseiről. Mai vendégem Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója. Köszöntöm Önt a stúdióban. Köszönöm én is Önt, és köszöntöm a televízió nézőket, örülök a meghívásnak. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ami talán Önnel összeköthető, és ugye a Felkomban is elhangzott, főigazgatóként végzi napi feladatait itt a kórházban, a kórház töretlenül fejlődik, talán mondhatjuk ezt. Nézzük az elmúlt időszakot, mik történtek a kórházban. Hát nagyon sok minden, nem is tudom, hogy hol kezdjem. Talán az elmúlt 5 évet, illetve hát 2012. május 1-jét elkezdeném, amikor is a kórház állami fenntartásba került, korábban önkormányzati fenntartásban volt. És hát a korábbi időszakban elkezdődött rekonstrukciók, amik alapvetően a fenntartónak, Karcagváros önkormányzatának köszönhetők, és a kitartó pályázati időszaknak, mert azért 1999-ig egyetlen egy pályázatot nem sikerült elnyerni, majd 99-ben kezdődött meg az első rekonstrukció egy 2 milliárdos címzett támogatással, és ez folytatódott egészen 2012-ig, 3 ütemben valósult meg gyakorlatilag az infrastruktúra, a mosoda, a konyha, a liftek, a kazánok felújítását követően a hotelszárny megújult. Sokkal barátságosabb, kisebb kórtermek kerültek kialakításra, de ugyanakkor mindegyik 10-es blokkal ellátott, és hát megújult maga a küllemében is a főépület. Ami megmaradt, az megmaradt 12-től, azon túl, hogy egy új szakmával, a komputertomográfval bővült a ellátási lehetőségünk. Ami megmaradt, az a volt, régen így hívták, a volt pszichiátriai épületrész. Ennek a felújítása még váratott magára. Erre is adtunk be egy pályázatot 2011-ben, és végül 2015-ben átadhattuk az új rehabilitációs épületrészt, ahová átköltöztethetett a mozgásszervi rehabilitáció és a pszichiátriai rehabilitáció. Így viszont megürült a volt fertőző épületrész, és az váratott magára még egy kicsit, ahol ezt követően 2016-ban egy sikeres magyar kormány által támogatott, és nem uniós, azért hangsúlyozom,
pályázat következményeként vagy eredményeként létrejöhetett egy új felújított tápolási részleg, már nem 24 ágyal, hanem 44 ágyal, és így a krónikus belgyógyászati osztályunk ágyszáma csökkent ugyan 60 ágyról 40 ágyra, de úgy gondolom, hogy azok az új körülmények, azok az uniós elvárásnak megfelelő betegellátás, ápolás ma már Karcagon teljes mértékben megoldott. Ami hátra van még, és nagyon sok minden fejlesztést említhetnék, hiszen 2016 áprilisában megkaptuk a Kunhegyesi ápolási osztályt és a járóbeteg részt, ahol szülészetnél gyógyászat és onkológiai ellátás folyik. Ez az épület is egy elalakú épület, és két ütemben tudtuk megvalósítani a felújítását. Azért el kell, hogy mondjam, hogy a ápolási résznek a átadása 2018. júniusában, és hát a járóbeteg résznek az átadása idén májusban megvalósulhatott. Tehát azért ez nagyon nem húzódott szét több évtizedre, és ez alapvetően annak köszönhető, hogy a magyar kormány az egészségügyi fejlesztéseket, felújításokat támogatja, és az ellátási kötelezettségünkbe tartozó önkormányzatok úgy Hunhegyes, Tomai Monostora, Kommadaras, Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, és sorolhatnám még, mert 21 település tartozik ebbe a körbe. Ezek az önkormányzatok is támogatják a elképzeléseinket és a fejlesztéseinket. Ami még talán nagyon fontos, hogy ugye most már patikát is üzemeltetnek. Így van. Akkor, amikor mi beadtuk a ápolási osztályra a fejlesztésre a pályázati lehetőséget, ez egy rövidített, mivel mondom, állják ne a kem is, tehát a középirányító szerv, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a finanszírozó szerv, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a fenntartónk, 12. májusától az Emberi Erőforrások Minisztériuma adott erre pályázati lehetőséget 2016. novemberében, akkor a Kunhegyesi Ápolási Osztály mellett egy második alpályázatként megpályáztuk a közforgalmú gyógyszertárnak a létrehozását és kialakítását is, meglévő épület résznek az átalakításával. Ez egy régi vágyam, ha már lehet réginek mondani a pályafutásomat az intézményben, ami 2013 májusában kezdődött. Akkor első pillanattól úgy gondoltam, hogy szükséges az mind a betegek részére, mind a hozzátartozók részére, és nem utolsó sorban a dolgozók részére is, hogy akár a munkaidőben lemennek, és ki tudják váltani a számukra, vagy hozzátartozóik számára szükséges gyógyszer, egy gyógyászati segédeszköz is van, arra is van lehetőség az intézményben. Tehát, hogy mindent ott rögtön a szakellátást követően ki tudják váltani a recepteket. Ezt igénylik is, és egyre jobban látszik azért a felfutása, a saját bevételeinket növeli, nyilván ez is volt egy cél, hiszen közgazdász az alapszakmám. Azt kell, hogy mondjam, hogy 50 millió forintos éves saját bevétellel vettem át az intézmény 2013-ban, a tavalyi évben már 150 millió forint volt, tehát megháromszoroztuk a saját bevételünket. Ez alapvetően a közforgalmú gyógyszertárnak köszönhető, illetve az ápolási osztályon az ágyszám növekedésnek. Alapvetően infrastruktúrális fejlesztésekről beszélgettünk az elmúlt időszakban, de nagyon fontos az osztályok, akár műszerek fejlesztéséről is beszélni, hogy ott itt is történt előrelépés. Így van, 2013-ban összeírtam, hogy milyen eszközökre lenne szükség. Ezek részben új eszközök, részben meglévő eszközök, elamortizálódott eszközöknek a cseréje volt. Ezt minden osztályon végigjártam saját magam, személyesen, és beadtunk egy közel 700 milliós pályázatot, egy uniós pályázatot, ami akkor a költségvetés hiánya miatt, illetve amiatt, hogy erre nem volt elegendő forrás, nagyon sok pályázat érkezett be, befogadásra került, de tartaléklistára helyezték, és majd 2015-ben, amikor tudtak ehhez forrás biztosítani, akkor megkaptuk, és 2015-ben a beszerzés megvalósult augusztus és december között, nagyon gyorsan. Ebben a takarító kocsiktól kezdődően a műtőkben elhelyezett
tehát ruha adagolókig, mindenfajta eszköz, orvosi műszerekig, EKG, ultrahang eszköz, mindenfajta eszköz volt benne. Úgy gondolom, hogy ma is nagyon hasznos, akár a szülőszobán is, tényleg ott most már sokan tudják, akik nem, azoknak mondom, hogy lehetőség van ugye nyilván az édesapának bent tartózkodni a sima szülésnél, és ezt követően az úgynevezett aranyórára is, amikor is a apuka mellkasára helyezik a gyermeket, az újszülöttet, és azt átélheti az édesapa is ezt az első pár percet, fél órát. Nyilván ehhez be kell öltözni, és többek között ezt a ruházatot is biztosítja ez az adagoló készülék. Ugye a Családbarát Kórházról beszélünk, mind az arany óra program miatt, mind pedig a baba-mama szállás miatt, ami azért egyedülálló itt a térségben. Így van, nem csak hogy a térségben, hanem mondhatom, hogy országosan azért a Betesda gyermekkórházhoz képest a Karcagi Kátai Gábor Kórház egy 20 ágyas gyermekosztállyal rendelkezik, de annak idején erre is sikeresen pályáztunk 2015-ben az anyaszállás, inkább úgy mondom szülői szállás kialakítására, mert hogy három kórteremből a 9. emeleten sikerült kialakítani közvetlenül a gyermekosztály mellett anyaszállást, egy 7 ágyas anyaszállást, tévével, hűtőszekrényel, mikróval, tehát egy apartman jelleggel, és azért is jó, hogy három kórteremben, mert pontosan nem kell koedukáltan elfoglalni a szülőt, de nyilván van az a helyzet, amikor vagy az édesapa, vagy a nagyapa tud bent lenni a gyermekkel a kórházban, mert ugye a szülők aktív korúak és dolgoznak, és ezt is meg tudjuk oldani, mert elkülönítve tudjuk őket. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sok sikert kívánok a munkájához. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcatv.hu weblapon. Viszontlátásra!